Bár fokozatosan javul a helyzet, továbbra is nehezen birkóznak meg Máté Szalkán az illegálisan lerakott hulladék mennyiségével. A helyzet főleg a város külterületi útjain aggasztó, ezeket a helyeket pedig nem csak a helyiek, hanem a környékbeli településeken élők is előszeretettel szennyezik. Máté Szalkán a 2000-es évek közepéig már működött egy hasonló szolgáltatás, ennek a helyén tervezik megépíteni az újat is. A beruházás az Észak-Alföldi Környezet Gazdálkodási Nonprofit Kft-vel közösen jön létre. Egyelőre még az előkészítő munkálatok zajlanak. Egy, -egy ilyen hulladékudvar kialakítása elkezdődött az Ecsedi út végén. Ott korábban egy komposztáló telep volt, onnan ismerhetik a máté szalkajak, illetve a környékbeliek. Ez, ahogy mondtam, tizen éve bezárt, és most újra nyitjuk. Már megvan a, a vízjogi létesítési engedély ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni azokat a beavatkozásokat, ami az üzemeléshez, az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges. Mi azt tervezzük, hogy a, a tavasz folyamán ezeket beszerezzük, és onnantól kezdve, miután ez a munka elvégzésre került, illetve a szükséges üzemeltetési engedélyt az Észak-Alföldi Környéletgazdálkodási Kft. megszerezte, birtokba vehetik ezt a tavasz végén, legkésőbb terveink szerint a Máté szalkajak, illetve a környékbeliek. A polgármester hangsúlyozta, nem csak a város, hanem az egész környék profitálni fog a beruházásból, ráadásul ezzel a nagyecsedi hulladékkezelő központot is sikerülne tehermentesíteni. A hulladékudvar várhatóan nyár első heteiben nyithat meg, a város azonban még ezelőtt szeretne előrelépni a hulladék illetően. Az önkormányzat már egyességet kötött az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel az elektronikai hulladékok elhelyezését illetően. Egyességnek a lényeg az, hogyha mi egy helyet biztosítunk, és ezt biztosítjuk, ez a Szalkavisz Kft. telepén a Zöldfa utca 91 számat lesz, akkor első körben január 18-ától gyűjtjük az elektronikus hulladékot egészen 25-ig, amikor is a cég ezt ingyen bérmentve elszállítja. Tehát ide le lehet majd rakni, egyébként nem csak Máté Szalkaiaknak az elektronikus hulladékot, és ebből több kört tervezünk, és azt reméljük, hogy akkor ezek nem a, mondjuk a határban vagy a kültölt utakon kötnek ki. Hanusi Péter hozzátette, a hulladékudvar megépítéséhez az önkormányzat már megegyezett a megfelelő partnerekkel, a kivitelezés megkezdéséhez azonban még több hatósági engedélyre szükség van.